Naponta 19 ezer gyermek hal meg megelőzhető okok miatt. Ez a szám pár évvel ezelőtt, egész pontosan 5 évvel ezelőtt még 25.500 volt, viszont az UNICEF-nek és annak a partnerei segítségével sikerült ezt a számot 19 ezerre lecsökkenteni. Ez azonban még mindig azt jelenti, hogy éves szinten több mint 6 millió 5 év alatti gyermek hal meg olyan okok miatt, amik megelőzhetőek lennének. Azért, mert nem kapnak elég ennivalót vagy gyógyszer. Vagy tiszta ivóvizet. Nem ők tehetnek arról, hogy meghalnak, ők védtelenek. Nem kap megfelelő ivóvizet, vagy nem kap megfelelő mennyiségű élelmiszert, vagy megfelelő minőségű élelmiszert, nem kapja meg az oltóanyagokat, vagy nem derül ki időben például az édesanyáról az, hogy HIV pozitív, és ezáltal a gyermek is HIV pozitívan születik. 19 ezer gyermek minden nap. Hiszem. 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 Hiszem, hogy ez a szám lehet nulla. Higgyünk a nullában. Az UNICEF felindította a kampányát, a Higgyünk a nullában elnevezésű kampány, mert hisszük azt, hogy ez a 19 ezer ez lehet nulla. És ennek a kampánynak az egyik arca Dukai Regina is. Olyan embereket kerestünk, akikről úgy éreztük, hogy az adott közösségükben nagyon meghatározó személyiségek és nagyon pozitív személyiségek, és azt hiszem, ezt nem kell mondani, de Regi tényleg az. Készül egy ilyen kampányfilm, amiben nagyon sok művész vesz részt, és mondtunk egy szöveget, ami elég megható, elég elgondolkodtató, pont ezt tartalmazza, hogy milyen módon lehet segíteni. A kampánynak a fő üzenete az az, hogy egyrészt a 13666-os adományhívó, vagy az adomány számunkat, hogyha valaki felhívja, akkor automatikusan 500 forinttal támogatja a munkánkat, vagy pedig ha felmegy a honlapunkra, akkor vagy egyszeri, vagy rendszeres adományozóvá is tud válni. 500 forint nagyon-nagyon kevésnek tűnik, de ez 200 liter víznek a megtisztítására például elegendő. Szerintem az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mondjuk 500 forinttal, vagy akár 300 forinttal, már hogyha hozzájárulnak, akkor egy gyereket teljes mértékben jól tudnak lakatni. Esszük a gumicukrokat, esszük az olyan felesleges ételeket, amikre nincs is igazán szükségünk, ahelyett, hogy mondjuk néha napján nem vennénk meg egy zacskó cukrot, vagy egy chipset, vagy bármit, hanem mondjuk azt az összeget felajánlanánk. A kampány az hivatalosan addig fog menni, ameddig a 19 ezerből nullát nem tudunk csinálni logikus módon. Úgy vagyok, hogy amikor hívnak és amikor szükségük van rám, akkor nagyon-nagyon szívesen megyek. Emellett pedig én is kampányolok és próbálom minél több emberhez eljuttatni az információkat. Én hiszek. Én hiszek. Én hiszek. Hiszek a nullában.